Gyere, Szanyi! Gyere! Négy állattal elkezdtem, és így van 25-nél több. Azt gondolják, hogy nem vagyok százas, vagy ilyesmi. A 96-tól Németországba szállítottam íjakat egy indián boltos embernek, indián íjakat csináltam neki, tomahawkokat, meg hasonlót, és két évvel később mondja, hogy mutat valamit, tehát egy nagy birtokot vett meg, egy parasztgazdaságot. Abba volt az üzlete, és mentünk hátra, és ott volt egy csomó bölény, és teljesen megrázott a dolog. Nyilván gyerekkorban olvastam a nagy indián könyvet, meg hát ahogy meglátom a bölényeket, nincs rá igazán magyarázat, mert állattartással foglalkozhattam volna korábban is, de nem érdekelt soha. De ez valahogy más volt egészen. Amik itt születtek, azért szelídnek látszanak, a kezemből esznek, de ennek ellenére, ha olyanjuk van, akkor nagyon agresszíven tudnak viselkedni, és rettentő gyorsan tudnak mozogni. Fektéből fölpattan, és pár pillanaton belül akár 40-nel tud futni. De képtelenség elmenekülni előre, ha valaki ott nagyon bepöccenne rám, akkor pillanatokon belül végezni velem. Az NVA viszont nem tekinti marhának, szerintük nem az. Ezért mondjuk a marhákra való támogatásokat nem lehet igényelni bölényekre. Csak a kötelezettségeket. Imádom ezeket az állatokat, tehát nem a profit reményével kezdtem a bölényt tenyészteni. Nyilván ez is játszott, mert annyira nem álltam jó, hogy ezt megtehessem, hogy ennyi állat itt tartsak, meg ekkora területet bekerítsek, de valahol jó érzés talán, hogy picit hozzájárulhattam talán így a bölények visszaszaporodásához. Amikor a gyerekek még gyerekek voltak, akkor kezdtem, eleve beleszólásuk sem volt, de igazából sikerült úgy megvalósítanom mindezt, hogy nem az ő kárukra. Talán valahol bízom be, hogy egyszer majd átveszik tőlem. Van evolúció a rögészen.